Este a Colosseum csoport modern kortárs képzőművészeti kiállítását láthatják. Ennek a megnyitójának részesei lehetnek, és ezt a klasszul hangzó címet kapta a kiállítás, hogy Édes Zafír Blues új rongyokkal. Thank you.
látunk ugye kitűnő akrélképeket, nagyon szép akvarelleket, nagyon-nagyon frissen, elevenen. Épp érdekes most ez a párszóváltás, nem először utalunk erre, hogy végső soron az akvarell az egyik legnehezebb festői technika, maga pillanatnyi megfogalmazásának a lényegét visszaadni ezekben a munkákban. Ezt nagyon szépen látjuk ezen a kiállításon. A pasztelkrét a gyönyörű, nagyon szép vonalkultúra megalkotására képes. Ugyanakkor a pasztel, mint ugye a legpiszkosabb technikák egyike, borzasztóan tudtak kinézni a művészek, amikor közvetlen pasztellel dolgoznak, és az ember ezt látja. Azok a puha foltfelületek, az egymásba érintkező formák abszolút festőivé teszik a képet. És ez mutatja meg Tibornak ezt a fajta varázslatát, ahol ő a rajzot és a festői technikát a pasztellel nagyon szépen, amiben nagyon fontos a hordozó, nagyon fontos, hogy milyen papírt talál, hogy milyen anyaggal dolgozik, de ezeknek az igényessége is lényeges. Az akrénál pedig ugye szintén fontos a gyorsaság, és fontos megegyezni, hogy látunk tehát régebbi, már-már klasszikus munkáit Tibornak, és látunk olyanokat, amelyek még régebbiek, már amit láttam, és amit nem láttam, mint ez a csendélet vagy a tűztánc, ami számomra nagyon rokonszenves, az a fajta figurális, dinamikus, harsogóan eleven figuratív fogalmazásmód, amelynek ugyanakkor megvannak még a folytatási lehetőségei. Örülök, amikor csendéletet fest, nem annyira ez tetszik nekem, ez se rossz, mert az az expresszivitás benne van, ami nála fontos, de az a felső birsalmás csendélet mondja is, hogy kedvenc gyümölcse vagy témája a birsalma, valami olyan összefogott kompozíció a maga jelzésszerű birsalma megfestéssel, olyan eszenciális kép, ami tényleg a egyik kitűnő darabjává teszi ezt a munkát és ennek a kiállítást. Hallottuk és tudjuk, hogy Tibor a Balaton-felvidék festője. Ez nagyon fontos, hiszen itt a képeken ez a fajta tájélmény rendkívül erőteljesen jelen van. Ugyanakkor ugyanúgy tudjuk, hogy Tibor mennyire elevenen az Alföld festője, mennyire fontosak azok a művésztelepek, ahol sok jelenlévő kollégával együtt dolgozik. És ugye hosszú az ő művészi útja Herentől Pécsen át, sok tanulás is. Két mestert szeretnék kiemelni, Bálványos Hubát, akinek azt gondolom, hogy a rajzi és művészi szemlélete erősen hatott arra, hogy jó útra terelődjön Tibor pályája. A másik pedig Duliti Tiboré, akivel hosszú ideig együtt dolgozva, és valahogy nagyon szép, szimbolikusan is, hogy ő lépett Tibor örökébe, mint művésztelep vezető is. Ez a fajta sokfelé járás, ez a fajta nyitottság, ez rendkívül fontos az ő életművében. Kedves barátaim, nagyon jó tehát az a válogatás, és örülök annak, hogy itt az Újpest Galériában megjelent most ez a kollekció. Tibor, nagy további sikereket kíván rá, csak azt tudom jelezni, hogy olyan utak, olyan lehetőségek vannak még az ő művészi pályáján, amit biztosan ki tud magából bontani. Hölgyeim és uraim, nagyon szeretve ezt a mai kiállítást, örömmel nyitom meg Tibor kiállítást.